A Bonyhádi Általános Iskola, gimnázium és ami tanulói készültek emlékműsorral nemzeti ünnepünk alkalmából a szlovák testvértelepülés polgármestere hangsúlyozta, a nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre, és azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel, akkor is ott, abban a reménytelennek tűnő helyzetben. Van mit tanulnunk, és van mit átadnunk a jövő nemzedékének, folytatta a gondolatmenetét a megemlékezés alkalmával a tardoskeddi polgármester Bonyhádon. A nemzeti ünnep alkalmával adták át a Perczel díjat, amelyet több évtizedes lelkészi szolgálata és Bonyhád életében vállalt közéleti tevékenysége elismeréseként a város képviselő testülete Aradi András evangélikus esperesnek adományozott. A március 15-i megemlékezést a Kálvária dombon zárták. Nagyon régi és szép hagyományai vannak a városnak ezen a napon, hiszen van is mit ünnepelnünk, van is mire emlékeznünk, és van is hol, hiszen városunk szülötte Perczel Mór honvédtábornok, aki részese volt a szabadságharcnak, ezért mi egy picit talán mindig másképp tekintünk erre a nemzeti ünnepünkre, de általában úgy gondolom, hogy a magyar emberek szívébe a nemzeti ünnepek között a márciusi forradalmak és szabadságharcoknak az ünnepe az van talán a legközelebb hozzánk, érzelmileg mindenképpen, bár 175 év telt el azóta. Perczel Mór sírjánál helyezték el a koszorúkat, mécseseket a város előjárói, az intézmények vezetői és a megemlékezők, akik ezekkel a kegyeleti díszekkel egyúttal az 1848-49-es forradalom hősei előtt tisztelegtek.